Köszöntök mindenkit, Liszmér Zsuzsa vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és a mai nap a Digitális Témahetet támogató webináriumunkat dr. Koltai András médiajogász és Hartai László filmrendező médiaoktatás szakértő fogja tartani. Like egyenlő kokain, apokalipszis most vagy inkább, média állandósuló morális pánik üzemmódban címmel. Reméljük, egy nagyon érdekes előadásnak lehetünk résztvevői. El kell mondanom, hogy felvétel fog készülni az előadásról, amit majd a Digitális Témahét YouTube csatornáján vissza lehet nézni. Az előadás közben és végén is lehet kérdéseket feltenni, az előadók szívesen válaszolnak a kérdésekre, és a végén meg fogok osztani egy linket, hogy aki igazolást szeretne, akkor azon a linken keresztül adhatja le az igényeit. Úgyhogy én át is adnám a szót az előadóknak, és jó előadást kívánok. Köszönöm. Jó napot kívánok mindenkinek, aki most hall minket. Kicsit bemutatkoznánk, jó? Mert van ugye a nevünk, ezt nem kötelező ismerni, de talán érdekesebb, hogy mivel is foglalkozunk, kinek mi a, hát az élettörténetem, azt hosszú lenne elmondani. Ha mind a ketten egyetemi emberek vagyunk, én az ELTE-n tanítottam 20 éven keresztül a tudományi szakon, de egyébként valahogyan a filmrendezés után az oktatáshoz keveredtem, és a Török Bálint kísérleti iskolában kezdtünk el egy nagyon izgalmas tantárgykísérletet csinálni, van 10 éven keresztül, és én tulajdonképpen ott szocializálódtam arra, hogy film és média oktatás, és akkor kezdtem tanulni tulajdonképpen ezt a nagyon izgalmas területet, ami akkor még elsősorban a televízióról szólt a 90 elején, a 90-es évek elején, és azután hát elég sok szerepem volt, NAD, kerettanterv, tanárképzés, tankönyvírás, érettségi ételkészítő, OKT, tulajdonképpen minden almafánál valahogy ott voltam, amíg ez a médiaoktatás valamilyen módon bekerült, félig meddig került be, vagy a iskola rendszerbe, mert azt gondolom, igazándiból. És hogy igazándiból ott legyen, ahhoz talán ez egy újabb lökés, ami most van. Az a helyzet, hogy már nem a televízió, ugye talán a meghatározó médium, legalábbis ennek a korosztálynak a számára, aki a iskolába jár. Tehát 6 és 18 között az már biztos mondható, hogy főleg 10 fölött már mindenki a neten lóg, és tényleg is költöztetek fölött, és ottan a neten ott sok minden történik. Velük, ez egy egészen más befogadói helyzet, befogadói szituáció, a képen is látszik. Bizonyos szempontból nagyon izgalmas, nagyon csitlandozó, és nagyon félelmetes is másfelől. És az egyik munka, amit én most csinálok, ez egy szakértés, a Digitális Gyerekvédelmi Stratégia című kormányprogram egyik al programjában. És amivel ott foglalkozunk, arról fogunk mostan beszélni, Koltai Andrással, kedves munkatársam. Felé haladt a technológia változása, hogy ma már a média jogi kurzusokon sokkal inkább social médiáról, keresőmotorokról, internet szolgáltatókról és egyéb új keleti szolgáltatásokról kell beszélni. Ez nem csak a közönség számára jelent egy új technológiát, ezzel kapcsolatos új kommunikációs lehetőségeket és természetesen új típusú veszélyeket is, hanem a jogi szabályozás számára is rendkívül érdekes. Remélhetőleg a mai előadásunkból ez is ki fog tűnni. Azzal az előzetes megjegyzéssel mondom ezt, hogy bár a jogot szereti sok tekintetben, többek közt a médiával kapcsolatos anomáliák tekintetében is sokan egyfajta csodaszerként, vagy egy probléma megoldására alkalmas társadalmi alrendszerként tekinteni, valójában azt fogjuk látni, hogy a jog sok tekintetben korlátos és nehézkesen alkalmas csak bizonyos helyzetek kezelésére, amit ugye Laci
A szakértő, a média oktatás az egy olyan terület, ami ha 100%-os tökéletességgel működne, akkor lényegében a jogi szabályozásra nem is lenne szükség. Hát nyilván ez fogalmilag nem lehetséges, hogy van jog, van szabályozás, vannak felmerülő kérdések az új típusú online szolgáltatások kapcsán is. Egyelőre több a kérdés, mint a válasz, de hát a jövőben nyilván ezek vagy előbb-utóbb valamiféle jogi szabályozásban fognak testet ölteni. Önmagában ezek a szlájdok azok természetesen, hogyha most hogy ilyen témáról fogunk beszélni, és csak azt talán mondunk. Ezt a néhány sort azért érdemes végigfutni, nagyon összecseng meg. Ez az elmúlt 2-3 hónap online sajtójából, online médiából vettem ki, és hát folyamatosan, ha gyorsan végig szarcsolunk rajta, és rajta tekintet, látszik, hogy mintha egymásnak adnák az újságírók ugyanazt az alapállítást, hogy itt valami a közösségi média használat, aminek ugye az egyik nagyon fontos rituáléja, hogy a megosztásokat, a kommenteket lájkolni lehet, tehát azt lehet mondani, hogy ó, ez marha jó, nekem ez tetszik, mondd tovább, vagy mondd, te mondd tovább. Ez valami olyan módon működik, mint amit a különféle kábítószerek váltanak ki a nagy tevékenységből. Ezt a fogja, hogy dopamin, ezt jószerével azt gondolom, hogy a közbeszéd eddig nem ismerte, most egy 100 embert megkérdeztek volna, hogy mi az a dopamin, neurotranszmitter, tehát most ezt is tudják az emberek, már neurológiára leírták. Nem is fél évvel ezelőtt, hogy mi a franc a dopamin. Most már szerintem sokan tudják, hogy valami olyasfajta agyműködésre utal ez, ami egyfajta ilyen jutalmazás, egyfajta saját hormonfelszólalást fogom elmagyarázni, de esetre ami jó érzést okoz. És ez tehát valamilyen fiziológiás jó az ember. És ez elsősorban a drog is sem van összekapcsolva, hogy a drog lát ilyen fontos érzést. És most az az állítás, és ezt nagyon komoly szakemberek fogalmazzák meg, pszichológusok, médiaszakemberek, meg jó szépen most mindenki, hogy bizony, amikor valaki sok lájkot kap, abban az a nagyon jó dolog történik ő vele, hogy valami olyasféle hatás zajlik az agyában, amikor ennyire komolyan kábítószert fogyaszt. A kérdés az, hogy addig itt lehet olvasni, egyrészt, hogy igaz-e, hogy ez az asszociáltatása az újságok által ez releváns, vagy egy picit, hogy a fölé van mondva a dolog. De láthatóan ez nagyon bejut a médiába ez a mondás. És felvetődik, és itt használnám az első a kifejezést, amit nagyon sokan használnak szintén a médiában, azt hiszem anélkül, hogy ez a védelsz a kifejezés, és így mit jelent, az úgynevezett morális pánik. Ez, amit most látunk magunk előtt, ez valójában egy morális pánik jelensége. Ilyen módon fogalmazhatnám meg a kérdést. És akkor tovább is, nem menjek tovább, mert arra gondoltam, hogy egy picit beszélgessünk erről a morális pánikról. Ez a te szakmád felől nézve megjelenik egyáltalán. Nagyon szeret saját magáról beszélni. Ez akkor is így volt, amikor még az internet nem létezett, tehát a saját maga problémája, a saját maga jövőképe az a médiának az egyik első szintű témája, ez a bulvárra, meg a komoly közéleti tartalmú médiára is ugyanúgy igaz. Tehát ezek a mondjuk erősen felül stilizált címek, amelyek azt mondják, hogy a social media, meg a mobiltelefon olyan, mint a kábítószer, ez egy ilyen furcsa, groteszk jelenség, mert ugye ezek az interneten megjelenő címek, ahhoz, hogy az interneten figyelmet lehessen kapni, ahhoz minél bombasztikusabb, minél hatásvadászabb, kattintásvadászabb címre van szükség, miközben amiről ír, az pont az, hogy az internetes kommunikációnak milyen árnyoldalai vannak, majd önként megy be maga a cikk is ezen árnyoldalak közé.
Tehát egy kicsit ilyen önmagát beteljesítő jóslat érzése van az embernek, amikor a médiában, vagy a Facebookon, a hírfolyamban megjelenő cikkben arról olvas, hogy a Facebook az milyen káros az emberekre, miközben a cikk el se jutna egy csomó emberhez egyáltalán, hogyha a Facebook nem létezne. Morális pánik a médiában régebben volt, hát nekem ami eszembe jut, azt jelenti, hogy az első ilyen jelenség, de ami talán a mondjuk egy kortárs jelenségként még értelmezhető, az a 2003-as év, amikor a valóságshow megjelentek a magyar televízióban. Az volt egy olyan pillanat, amikor nagyon sok értelmiségi cikk jelent meg, tudományos folyóiratok kezdve az élet és irodalmon át, politikai pártállástól független kritikusok, esztéták, médiakutatók tollából, mondván, hogy amit a reality show műfaja a közönséggel tesz, az lényegében a kultúra, a társadalmi kohézió és egyenletnek a felszámolása irányába hat, a magánszféra megszüntetése. Hát ugye ma már, ha az egyetemista hallgatóimat megkérdezem, akkor mereven elzárkoznak attól, hogy azt hallják a kérdésre, hogy egyáltalán bekapcsolják el a televíziót. A valóság show a mai 20 éves korosztály egy jelentős része számára ma már egy ilyen poros, ódivatú idejét múlt műfajjá vált, tehát végül is nem döntötte romba a társadalmat, bár nyilván egy csomó problémára rá mutatott, tehát ez nem azt akartam ebből kihámozni, hogy jogi értelemben el lett volna kifogásolható tartalom, valamelyik valóság show, vagy a másik ilyen műfaj, az úgynevezett kibeszélő show világa, ami rendkívül jó esettanulmány lenne a televíziós szabályozásnak a bemutatásához. Mónika show, Josi Barát show és társai, így ezek ma már nem létező műsorok. Ennek igenis volt jogi vonzata, igenis kaptak büntetéseket, hogy az emberi méltóság elvont, de mégis a jogrendszer szintjén létező fogalmának a sárba tiprása, vagy a semmibe vétele volt az első számú indoklás ezen médiahatósági határozatok mellett. De hát azért társadalmi szintű, kulturális, morális összeomlást nyilván ezek a műsorok nem tudtak okozni. Tehát azért a jogi szabályozásban is megjelenik ez a fogalom, miközben hát alapvetően nyilván nem jogi kategória. A morális pánik az egy védett kategória, tehát ezt valamilyen jelenség együttes felállására használták, vagy találták 70-es években, és ennek vannak feltételei, tehát hogy valamilyen jelenséget morális pániknak hívhassunk ténylegesen, és bármelyik feltételnek nem felel meg egy adott jelenség, akkor az onnantól kezdve már nem igazán morális pánik. Ezek közül az első az nagyon fontos, mindig nagyon fontos, de az első az az, hogy legyen valami olyan történés esemény, ami a társadalom idegrendszerét valóban, hogy mondjam, felingerli, valóban a morális normákat valamilyen módon kikezdi, megkérdőjelezi, és erre, és ez a második feltétel, a média egy nagyon erős választal válaszol, tulajdonképpen hirtelen úgy tűnik, hogy ez az adott pillanatban ez a legfontosabb probléma a közösség számára, és a média azt csinálja, hogy mindig, hogy te egyik médium, egyik intézmény adja a más, egyik újságíró adja a másiknak a labdát, mindenki erről beszél. És akkor az nagyon fontos, az a harmadik elem, hogy a morális pánikról csak akkor lehet beszélni, hogyha pontosan megnevezhető ennek a normasértésnek az elkövetője. Tehát ha van elkövető, egy általános alany esetében, hogy valami ilyesmi történik a világban, az nem morális pánik. De hogyha azt lehet mondani, hogy a homoszexuálisok voltak azok, mint az én esetében, vagy a valóságshow készítők voltak azok, akkor azt lehet mondani, hogy az első morális pánik Angliában 70-es években fogalmazták meg, ezek a kisvárosi galerik, az veszélyezteti tulajdonképpen a világunkat. Ebben az esetben is ugye azt lehet mondani, hogy itt is az elkövető a közösségi média, nagy major média vállalatai. Tehát azt lehet mondani, hogy a mumus, a tettes, az nevén nevezhető. A YouTube, a Facebook,
A negyedik feltétel, amitől morális pánik, hogy a hatalomnak hirtelenében rendcsinálási vágya támad. Mert ugye abban a helyzetben van, hogy jogalkotóként reagálni tud. Tehát, hogyha tulajdonképpen mint egy teljesíti a köt óhaját, hogy valamit csinálni kell, és elindul, nem tudom, mit történt, minket lehet látni, csak igen. Tehát, hogy a jogalkotó hirtelenjében lépni akar. És aztán vagy eljut a jogalkotási fázisig a dolog, vagy általában, és ez nagyon fontos, ez az ötödik feltétel, amitől morális pánik, általában nem jut el. Mert hogy a morális pániknak az utolsó, és nagyon lényeges elem, hogy gyorsan lecseg. Na most, hogyha ezt az öt elemet gyorsan rávetítjük erre a helyzetre, akkor látszik, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy morális pánikról van-e, vagy nincs szó, mert nagyon friss a jelenség, még éppen benne vagyunk. Nagyon új, a média nagyon rástartott, megnevezhetőek a tettesek, hogy mondjam, de hogy ez gyorsan lefut-e vagy nem, egyrészt. Másrészt, hogy valóban van-e emögött egy társadalmi aggály, egy aggodalom, az bizony kérdéses. Tehát ha engem valaki megkérdez arról, hogy szakmailag, média elméletileg ez egy morális pánik jelenség, azt mondom, hogy ez nem. E pillanatban. És viszont azért is nagyon fontos ez a dolog, mert hogy a morális pánikokat nagyon sokan, ugye pontatlanul, nem az eredeti értelmében használva a fogalmat, minden az erkölcsi szempontból kétséges, a morális normák megsértésére járó, sokat nem tetszését kiváltó cselekedetnek tekinti, és az aznek a kapcsán fellépő pánikszerű aggodalmakat. Tehát amit azt mondják, hogy jó Isten, hova lesz így a világ, hogyha most beérünk, ez nem morális pánik önmagában. Jó. Ugye az egész kérdésnek a kiinduló pontja az, hogy az internet és az internet hát a kommunikáció az jellegében eltér-e a offline, nem internetes kommunikációtól, és ha jellegében eltér, akkor ebből milyen következtetés adódik a média oktatásra, illetve másodszorban a média szabályozás, vagy általában a jogi szabályozásra nézve. A 90-es évek elején, első felében mondjuk így megfogalmazottak olyan messze menően optimista gondolatok az internet miben létével és jövőjével kapcsolatban, amelyek arra engedtek következtetni, hogy az internet lényegében egy társadalmon, fizikai téren és egy jogon kívüli terület. Ez a Declaration of the Independence of Cyberspace, ez egy 1996-os nyilatkozat, a szerzője az éppen nemrégiben hunyt el, Perry Barlow. A szöveg az egy nagyon tipikus 90-es évekbeli szöveg az internettel kapcsolatban. Lényegében felszólítja a világ kormányait, hogy az internetet hagyják békén. Ez nyilván igaz az oktatáspolitikára is, meg igaz a jogra, a jogalkalmazásra, jogi szabályozásra, a bíróságokra egyaránt. Az a metafora, amit ebben a korban az internet leírására használtak, az amerikai frontier, vagy hát ahogy magyarul sokkal frappánsabban mondjuk, a vadnyugatnak a metaforája, a 19. század Amerika, a 19. század közepének az Amerikája, mondjuk így, ahol a telepesek megindultak nyugat felé, ezek láthatók a képen, hát politikailag nem annyira korrekt, mert ugye van néhány vad indián, akik nyilván rettegve menekülnek, ekkor szekereken a telepesek, fölöttük a védő angyal a könyvvel és a távvezetéket ugye húzza a kezével, a fejlődés megtestesítőjeként. És ez egy olyan terület volt, ahová a központi kormányzat nem tudott elérni, az általános szövetségi szintű jogszabályok nem érvényesültek, lényegében a telepesek maguk erejéből boldogultak, maguk alkották a saját maguk normáikat, létrehoztak városokat, falvakat, saját norma rendel, és nem volt ez egy szabályozatlan, erőszakos, hogy mondjam, negatív színben feltüntethető világ, mint ahogy egyébként a vadnyugati filmek romantikája ezt mégiscsak ábrázolja másfelől, hanem egy ilyen elképzelt ideális világ, ahol újraépül az emberi rend, a korábbinak a
problémái és a nehézségeinek a hátrahagyásával. Azaz szabályozásra nézve ebből az következik, hogy az internet nem kell hozzányúlni jogi eszközökkel. Nem azt jelenti, hogy az internet szabályozatlan lesz, hanem azt jelenti, hogy majd a felhasználók meg a szolgáltatás nyújtók saját maguk alkotják meg a szabályokat. Tehát a Facebook, meg a Facebook felhasználó, meg mindenki más, akkor persze még a Facebook nem létezett, fog erre jogon kívüli normarendet létrehozni. És aztán, ahogy telt az idő, ugye az ezred forduló utáni időszakban ez egyre jobban vált elutasítandóvá ez a fajta ideál, és ma már kezdünk a pólus ellentétes oldalára billenni, mindenki szabályozást követel, és hogy miért, az mindjárt ki fog. És kép, egy megrázó pillanat, az eset Algériában történt tavaly, a férfi lefotózott a kisgyereket, vagy a fotót azon, aki rakja a Facebookra, és aláírja, hogy 1000 like, vagy leejtem a gyereket. Magyarán szólva tehát, ha most eldönthetetlen minden a messzi távolból, megjegyzem, a közelről is eldönthetetlen volt, hogy ezt egy hülye viccnek kellett tekinteni, vagy pedig egy bekapant embernek, aki annyira szeretne lájkokat kapni, hogy bármit megtesz érte. Nyilván azért hozom ezt példának, mert most ezt az értelmezést részesítem előnybe, tehát a már előbb beszéltünk a like vadászatról, ami valamilyen módon olyan jutalom, ha megkapom a like-ot, 1000 like-ot a pillanatban, tehát nem ez történt, mert nagyon hamar kiszállt, ami beazonosítható kép alapján egy, és ott 2 év kapott az illető. A másik kép is érdekes, ugye ez egy létező, az ember azt gondolná, és ez nehéz egy kép alapján eldönteni. Másik fontos dolog, hogy egy hírre fog beszélni, hogy ha látok valamit az interneten, akkor nem feltétlenül kell azt gondolom, még ha látom is, hogy az igaz, vagy hogy létezik. Az az állítás, amit én első például ennyi kételjel fogadtam, de most tegyük fel, hogy nem tudom megítélni a kép alapján, hogy igaz-e vagy nem, hogy ez egy létező automata Moszkvában. Egy olyan automata, ami arra a létező igényre, és ugyanerre a létező igényre ad választ, hogy egy kisebb pénzösszegért, 50 rubelért, amikor 240 forint átváltva, 240 forintért, ez az automata az én social media oldalamra, aminek megadom az adatait, mindjárt 100 like-ot generál. Tehát 240 forint, tehát ugye rögtön látszik, hogy 2 forint 50 fillér egy like. És ez mennyi? Adott esetben ilyen őrültséget kell se kell érte csinálni, kisebb összegért rögtön a lájkokhoz lehet jutni. Ezen kívül ez az automata cseheket is készít. A legjobb barátot. A legjobb barátot, tehát csoda nagyon sor előtte. Gyakos is sor előtte. Ez egy múlt heti vagy 2 héttel ezelőtti eset, ami tehát elég kicsit és gyorsan végigfutott ugye a magyar médián, az egy világ médián, tehát a magyar médián is érdekes módon nagyon nem stabilizálta a közbeszédet, vagy nem kezdtek el erről beszélni, pedig elég megdöbbentő. Nyilván ez egy illusztráció ez a kép, de ami történt, vagy ami megtörtént, hogy egy 9 éves srác összeveszett a 3 éves nővérével a videokontroller tulajdonlásán, és miközben az anyuka a legkisebb gyereket szoptatta a másik szobába, aközben, aki tudja honnan, hogy Amerikában vagyunk, aki tudja honnan előkeríthető élesre töltött fegyver. Valahogy a gyerek kezébe kerül, nyilván felszólított a nővérét, hogy majd most oda vagy lelövi, nem kapta, lelőtte. És ez egy valós történet, tehát itt nem merül fel a... Hogy mondjam, az eset előtt a helyi serif is, amit megtudtam az internetről, lát, azt a tömében változott, szóval ez olyan Amerikában is új. Gyakorlatilag ugye megint arról van szó, hogy az előtt rokon történetek ezek annyiban, hogy egy olyan erős vágy épül föl ebben az esetben a videójátékért, a videójáték birtoklásáért azért, hogy játszani lehessen, mint azért a lájkok esetében, hogy ott egy felnőtt, itt egy gyerek, hát természetesen megengedhetetlen, vagy hát viselhetetlen dologra betett. Az egy másik kérdés, hogy nyilván 9 éves esetében, hogy mit csinál ez a helyzetben, hát az
a probléma halmaz. De annyiban is nagyon érdekes hogy mondta maga ez a szituáció, egy nagyon éles politikai vagy társadalmi vita kellős közepébe csöppen bele, aminek ugye az a lényege, hogy az amerikai elnökről tudható, hogy olyan iskola agresszió sokadjára halálosan járó lövöldözéseket, iskolai lövöldözéseket a videójátékokhoz hajlamos kötni, és mit akar tenni ezeknek a szabályozására. Miközben ezzel párhuzamosan, itt a legutóbbi ilyen tragikusokban ez egy hasonló iskolai lövöldözőt, is, egy nagyon komoly mozgalom indult el, amelyik pedig a fegyvertartással szemben, ugye ez az örök kérdés. Tudod, hogy anyadik, elfelejtem, tehát ez az amerikai életnek egy alapkérdés. Jó, stb. Tehát itt tulajdonképpen két nagyon éles, a társadalom élesen megosztó probléma centrumába csöppen bele az eset, ami Magyarországon nem vált ki közvetítelmet azon kívül. Isten, de Amerikában ez példaértékű. Pontosan ennyi. A következő kép, ez önmagában nem tűnik olyan drámainak, pedig az eset, ami előtt van, a kislány, aki a képen látszik, tulajdonképpen egy olyan történet, ami hát esetben megrengette a világot. Ezt a tínédzser Amanda Todd-nak hívják, és írtam, mi valami sose felejthetünk el, tulajdonképpen az internet így sem emlékszik rá. Az ő történetét tanultam meg először a világ, mint annak a prototípusát, hogy hogyan végződött tragikai gyilkossággal az úgynevezett cyberbully, vagy internetes zaklatás történet, amit az tett, ez egy kanadai kislány, amit tulajdonképpen ez a videó tett ilyen felejthetetlenné, ugyanis hónap a halála, közvetlenül a videó online megjelenése előtt gyakorlatilag azt csinálta, hogy YouTube-ra felvette egy fekete-fehér videót, ahol a kártyákra írt üzenetekkel elmesélte az egész történetét, tehát minden kártya csak néhány szót tartalmazott, de összefüggésében ez egy 8 perces videó, bárki megnézheti a neten, megírja, hogy Amanda Todd, gyakorlatilag 8 percben elmeséli azt a szörnyű káváriát, ami azzal kezdődött, hogy valakinek utalására kidicsérte a szépségét, fiatalságát a Facebookon, döntött neki egy a mellékezítelen képet, és innentől kezdődött a pokol, ami hát kb. Egy ilyen másfél éves kávária, iskolaváltoztatás, depresszió, alkohol, drog, és a végül az öngyilkosságban. Ellen magyar nyelven is elolvashatóak ezek a kártyán lévő. Most nincs annyi időnk, hogy ezt elmondja már tehát az online veszélyeknek vagy a kockázatoknak ez egy nagy, ma már talán majd mindenki által ismert területe, talán már ezért is sokan megtanulták, hogy cyberbullying, ez le lehet fordítani magyarra, de ebben az eredeti angol formájában is használjuk. A következő viccesebbnek látszó dolog valójában, mert ugye nincs ember halála és közvetlen dráma és tragédia, nem olyan vicces, ha belegondolunk, ez is egy néhány hetes magyarországi történet, hogy magyar példát is hozzunk. Itt az történt, hogy megjelent a közösségi médiában felhívás, ami tulajdonképpen arra szólít fel, hogy kemény játék van, és ha van, akkor ezt a hát sokak által vágyott drága Tesla autót, elektromos Tesla autót eljöttük. Majdnem 30 ezeren adták be az adataikat egy olyan nyereményjátékban, amit kellemesebb utánjárással, vagy kapintással azonban lehet volna látni, hogy hát egy csapda helyzet, egy adatlopás valójában, mert hogy Tesla hangeri nem létezik. Tehát ez a cég Magyarországra még nem tette be a lábát, tehát ugye az első sorban az látszik, hogy a Tesla hangeri mutatja ki ezt a... Ez aki megfigyelte, hogy van, az létezik.
játékos számára onnantól kezdve nyomon követhetetlen, sok fontos adatát elküldte, és az adatokkal, mint látható volt az előző drámai példában, bizony az adatokkal azokkal vissza lehet élni. Az adatokkal való visszaélésről fogunk még beszélni, mert ugye ezeknek az online kockázatoknak egy nagyon jelentős valójában visszavezethető a való biztonságra, az adathalászatra, ami egy óriási üzleti tevékenység, és hát tulajdonképpen ne gondoljunk másképpen a Facebookra, vagy a YouTube-ra, vagy a közösségi hálózatokra, azok mögött is egy nagyon erős adat. Talán nem mondanám adathalászatnak, de minden esetre adatszerzési tevékenység van, de helyett egyébként hát ékes módon biztosít, hogy itt a Facebook eddig legnagyobb, talán sokan úgy gondolják, hogy az ugye a létét megrengető botrány, vagy kétételező botrányok, akik valószínűleg 50 millió felhasználónak az adatai kerültek mondjuk tétlen kezekbe. Tehát ugye ez is egy nagyon fontos terület, ami az online jelenlét. Igen? Hát egy orientált média világnak az alaptézise, tehát ez nem internet és főleg nem Facebook specifikus kérdés, ugye már a kereskedelmi televíziózásnál, rádiózásnál, sőt már igazából a nyomtatott sajtónál is lehetett azt mondani, hogy a szolgáltatás az vagy ingyen jut el az emberhez, vagy messze nem azon az áron, mint amivel a létrehozatala kerül. Ugye fizettünk az újságért, de az nem elég, hogy fenntartsa, fizettünk a kábel szolgáltatónak, hogy elhozza a tévét, de abból nem lennének tévéműsorok. Ugye ebben az esetben ugye fölmerül az, hogy nem a néző, illetve nem a közönség a fogyasztó ebben a modellben, a televíziós társaság pedig a kereskedő, vagy az eladó, hanem a közönség az maga az áru. Ugye az internetes világban ez még élesebben jön elő, a Facebook ingyenes, rendkívül gazdag, jó minőségű szolgáltatást tud nyújtani, az egész világ szereti, élvel érte, függővé válik tőle, hát valahogy ezt honorálni kell, amit ellenértékelünk a személyes adataink, és ez egy adott pontig még csak nem is jogszerűtlen. Az, hogy mások is adott esetben ilyen szélhámosságra használják, az meg nyilván már egyettől eltérő. Igen, ugye ez az úgyában történik, és ebben az esetben pedig mondom. Már önként is napolva szolgáltatom. Utolsó ilyen eset, ez egy másik, szintén hallatlan fontos terület. Ja, elolvassák ezt a rövid leírást, erről az úrral, akit ugye Ernestnek hívnak. Ez az úr az interneten kószált, és nagyon érdekesnek és fontosnak talált egy hírtípust, ami ez a Comet, ez egy pizzéria Washingtonban. És ezzel kapcsolatban lábra keltek bizonyos érdekes híresztések, amelyek arról szóltak, hogy ez tulajdonképpen, mint nagyon sok más cég, ez egy fedő tevékenység, hogy itt pizzériáról van szó, itt egész másról van szó valójában, mégpedig gyerekeket tartanak fogva, pedofília, stb. Tehát nagyon súlyos jogsértés. És ráadásul az internet sajátosságainál fogva, bekerült a közösségi médiába, és aztán egy ilyen elképesztő elmélet született, hogy emögött tulajdonképpen, amelyik elnökválasztás kerős közepén robbant ez a történetbe, a köztudatba, emögött tulajdonképpen a Hillary Clintonnak a legközvetlenebb stábja, sőt maga Hillary Clinton elnök jelölt áll. Tudom, elmondom egy kicsit részesebben. Egyébként az történt, hogy ez a férfi annyira hatással alá került ennek a hírnek, hogy utána akart járni, hogy akkor most tényleg ez egy pizzéria vagy valami, gyerekpedofil hálózat központja. Fogta azt a meglehetősen komoly fegyvert, és elrohant be ott Washingtonba. És egyszer lövöldözni, ténylegesen. És kiszabadítani a gyerekeket, a gyerek nem volt. Rendőrök, és valami egészen hatással megmészállást, 4 évet kapott azért. Miért valójában? Azért, hogy felül az úgynevezett fake news-nak mondtuk idáig, vagy ezt korrigálnám, mert
éppen nem olyan régen az Európai Bizottsági Szak anyag nagyon kért mindenkit, hogy szokjunk le a fake news használatáról, és a dezinformáció kifejezést használjuk, mert a fake news egy nagyon erőteljesen kötődik egyébként a jelenleg regnáló amerikai elnök szóhasználatához, de nem ez az érdekes, vagy a legfontosabb, hanem az, hogy ez egy nagyon tág spektrum a hírtípusnak, abban nagyon sok vicc van, szatíra van, stb., aminek különösebb társadalmi veszélyessége nincs, ellentétben ugye a szándékos dezinformációval. Itt erről mert gyakorlatilag az derül ki, hogy az amerikai választás személyes szerint vásárolni a gyerekeket egy pizzéria pincéjében. Ami az, hogy mondjam, elég vagány. Indult ez az őrület, amikor is pizza gate néven, a Potter gate óta sokféle gate volt, és a van pizza. Ami hát a pedofil hálózatot lebutató, majd a közéketek, mint a főnökének az élményét, és tudod, egyetlen valóság dolog kapcsolja ezt a pizzériát a Clintonhoz, ezt a időnként itt teszik pizzát. És ez a... Igen, és ezzel egy olyan, hát majdnem tragédiába torkoló őrültekháza. Most körülbelül azt gondoltam, hogy ha ezeket az eseteket most ez egy komolyabb ábra, legalábbis fel kell jegyünk meg tőled, hogy ezeket az eseteket most ugye megpróbáljuk egy picit rendszerbe rakni, akkor nagyjából az látszik, hogy az online kockázatok durván ebbe az öt csomagba sorolhatóak be, ugye az online zaklatás vagy cyberbullying, illetve a digitális identitások zavarai, ugye, tehát minden olyan zavar, amelyik lájkvadászat, stb., amelyik valamilyen módon a megbomlott offline-online egyensúlyt mutatja. Tehát az emberek túl sokat vannak online, úgy mondjam, a való életben össze is keveredik az online világ és az offline világ. Ugye régen erről ez a média tudomány nagy időszakában ugye rengeteg olyan kutatás volt, amik a média hatását próbálta volna kimutatni, és az évtizedeken keresztül magyar származású George Gerbnernek a kutatás, az kultivációs elméletnek volt az a nagyon fontos megállapítása, amit óriási mintákon bizonyítottak, tehát nem lehetett félváról venni, hogy az úgynevezett hard televíziózóknak a valóság mutatta megváltozik, és egyszerűen egészen máshogy kezdik látni a világot, mert már nem a saját személyes tapasztalatai, vagy tanult dolgok mentén vélekednek a dolgokról, hanem az szerint, amit a mainstream televízió műsorok őnek mutatnak. Persze ehhez sok éven keresztül napi 3-4-5 órát kell televízió, hogy az ember agya átálljon egy ilyen televíziós valóságra. Hát ez az internet esetében is nagyon hasonló. Azért vannak ezek sárjával jelölve, mert ugye ezek láthatóan, hogy úgy mondjam, személyes, pszichológiai természetű kockázatok, amelyek a felhasználóknak a személyiségi állapotával állnak szoros kapcsolatban. A másik oldalon a pirossal jelöltek azonban már valamilyen fajta auktorokkal, médiaintézményekkel állnak kapcsolatban. Az egyik az a dezinformáció, ami az előző történet volt egy jó példa, ami hát iszonyatosan veszélyes. Lásd, a különféle választások dolgó beavatkozás, az előző történet is végül is ilyen volt. Ugye a második pont, és aztán ugye megnézzük, hogy ez más webszetben hogyan lehet megcsinálni, ez az úgynevezett vélemény buborék probléma. Tehát ugye arról van szó, hogy filter bubble, mondunk. Ja, arról van szó, hogyha én folyamatosan mondjuk a Facebookról nyerem a világról való tudásomat, akkor tulajdonképpen nagyon könnyen bezáródhatok az ismerősi véleményközösségben, feltételezhetően hasonlóképpen gondolkodnak a világról, mint én. És nagyon kényelmes és nagyon megerősítő, de akkor a világ úgy jelenik meg az én számomra, hogy azok a posztok, azok a megosztások, amelyeket az én, hogy mondjam, tágabb szellemi közegem tart fontosnak,
és gyakorlatilag kiszorulok minden egyébből. Tehát megint hiányzik az a fajta pluralitás, ami a minimális esélyt adja arra, hogy az ember valamilyen módon árnyaltalása van körül a valóságot. És még az utolsó, az egy nagy összefoglaló doboz, a mindenféle online kockázatok, a lágyfüggőségtől, a játékfüggőségen keresztül, a testképfüggőség. És ezek mindegyike már valamilyen módon, és ezek a kis nyilacskák ezt jelzik, intézményekhez kötődik, a közösségi hálózatokhoz, meg hát egyébként a régi médiához is, mert ugye ne tévedjünk azért a közösségi hálózatok által megosztott tartalmakat, vagy ezen a tartalmaknak a jelentős részét még ma is az old média, vagy az offline média csinálja. És akkor fölmerül ez a kérdés, ugye, hogy mit lehet tenni. Ezek nagyon súlyos kockázatok, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem csak a gyerekekre vonatkoznak, hanem a felnőttekre is, gyakorlatilag az egész társadalomra. Két alapvető út van, mondhatnánk, az egyik az a szabályozás típusú válasza a közösségnek, a másik a két oktatás típusú válasza. Azt gondolom, hogy talán érdemes ezt a szabályozás típusú válaszokon tudni. Nyilván itt nagyon lényeges, hogy kiszabályoz, hiszen az, amikor én apukaként a gyereknek valamit előírok, az is egyfajta szabályozás. Munkahely az iskola szabályozás, és egyfajta persze, tehát nem csak amikor a jogalkotó. Meg hát, hogy kikre vonatkozik a szabályozás. A felhasználóra vonatkozik, vagy a tartalomszolgáltatóra vonatkozik a szabályozás, és egy ilyen típusú szabályozás. Ugye van jogszabály, amit nekik be kell tartani, különben lecsap a törvény ökle, vagy pedig valami ajánlás, vagy internet törvény, vagy social media törvény, ami egy kódexbe foglalva akkor ad egy megnyugtató megoldást valamennyi problémára. Nem felsorolva itt a szlájdon található egyes szolgáltatásokat, ez csak azt illusztrálja, hogy mennyiféle különböző szolgáltatás létezik jelenlegi tudásunk szerint tartalomszolgáltatásként a neten. Tehát nem csak a probléma, miben léte legyen az függőség, zaklatás, fake news, személyiségi jogi jogsérelem, hanem a szolgáltatás jellege is befolyásolja a választ, és a kettő kereszt metszetében a jog vagy tud valamilyen értelmes választ adni rá, vagy sajnálkozik azon, hogy hát egyelőre még ezen dolgozni kell. A social médiát nem tekintjük jogi szempontból médiának, azt megtartjuk egyelőre még a televízió, vagy ahhoz hasonló online szolgáltatások, rádió és a sajtó nyomtatott és online sajtó számára. Ez feltétlenül már nem lesz nagyon sokáig így. Ugye olyan mértékben kezd összefonódni egymással ezen szolgáltatások köre, hogy a social médiát jogi szempontból is médiának kell majd tekinteni. Ennek lesz Európában egy nagyon komoly következménye. A média, akkor a média szabályozás hatája alá fog tartozni. Jelen pillanatban viszont csak az általános jogszabályok, polgári törvénykönyvek, büntetett törvénykönyvek, adatvédelmi törvények vonatkoznak rájuk. A médiapiaci, véleménypiaci hatások ezeknek a szolgáltatásoknak elképesztő. Ez persze Európában a Facebookra igaz elsősorban, de azért Amerikában a Twitterre is igaz. Ilyen szempontból social médiának tekintetek azok a videó megosztó portálokat is, ahol ugye ugyanúgy a felhasználói tartalom képezi a tartalmat, a maga szolgáltató saját tartalmat nem hoz létre. Hát, ha csak a Facebookról beszélünk, már majdnem egy éves adat, 2 milliárd felhasználójuk van, még ebből levonjuk a kamu profilokat is, viszont hozzáadjuk az időközbeni feltehető növekedést, akkor ez egy valós szám lehet, hát ez egy elképesztő hatalom. A 2 milliárd ember nyilvánosságának a befolyásolása. És ami még beszédesebb, hogy Amerikában gyakorlatilag a felnőtt társadalom közel fele számára a kizárólagos hírforrás a közéleti ügyekben, megvesz a macskás fotóknak a szomszéd nyaralásának ügyeiben is. Tehát a Facebook ilyen módon kezd azonossá vagy egylényegűvé válni a közéleti platformjaival, vagy hatására alkalmas fórum már kezd kizárólagos igényel válni. Az AVMS irányelv, hát ez a széles tömegeket nem
hozza izgalomba, ez az Unió, Európai Uniónak a média irányelve, de annyiból lényeges említeni, hogy már az Európai Unió is eljutott arra a szintre, hogy a social médiával meg a portálokkal valamit kezdeni kell. Az első lépés feltétlenül egy idén elfogadott irányelv módosításban fog testre tölteni, ami még egy nagyon szelíd beavatkozási kísérlet lesz, azt fogja egy lényegében kérni az Unió a tagállamoktól, hogy gyermekvédelemben valamilyen módon próbálják meg megkövetelni a káros videó, tehát audiovizuális tartalmaknak az eltávolítását ezen a szolgáltatásoktól. Ez még messze van a régi vágású média szabályozástól, de kétségtelen egy olyan lépés, amit mondjuk 5-10 évvel ezelőtt nem tudtuk volna elképzelni az Unió részéről. A vélemény nyilvánításnak új formái jelentek meg, hát ezek inkább érdekesség, senki se gondolta korábban, hogy a szólásszabadság az kiterjed egy darab egy kattintásra, vagy egy darab új mozdulatra, ugye a like gomb az már vélemény, munkajogi perek tárgya az, hogyha a munkát a vállalót, akkor azért történt el, mert a munkavállaló olyan tartalmat lájkolt, az olyan tartalommal szimpatizált, ami a munkáltatónak adott esetben nem tetszik, tehát úgy is lehet ma már vélemény formálni, hogy az ember nem van semmit, egyébként egy új mozdulattal. A munkáltatónak joga van rálátni az én csoportban, hát, ahol be tud mászni. Ez egy általános joga biztosan nincs, de hogyha te a ő tulajdonában álló gépben munkaidőben Facebookozol, akkor már lehet azt mondani, hogy hát mégiscsak van hozzá közel, hiszen te egyébként a munkaszerződéseddel össze nem férő magatartást tanúsítasz, ugyanez a magán-e-mailekre, stb. Igen, úgy igaz. Más oldalról is jelentkezik egy vélemény, a Facebooknak is van véleménye, tehát a Facebook maga, amikor Mark Zuckerberg megszólal, de ezt mondhatjuk a Google-t is, vagy a Twitter, bármi más, nem kell egy szolgáltatást kipécézni, ugye magát egy ilyen neutrális terepben mutatja, aki hát lényegében áldozatos munkával létrehozott egy platformot, ott az emberek véleményt mondhatnak, hát néha összevesznek, néha hülyeségeket mondanak, néha ebből baj van, néha egy-egy ember meghal emiatt, de hát ez igazából nem az ő bűne. Na most hát azért abban ne tévedjük, messze nem neutrális tervezet, a Google messze nem neutrális szereplő a média piacon. Amikor a Facebook kiad egy-egy olyan manifestumot, ami terveiről szól, az már ilyen politikai állásfoglalásként jelennek meg. Tehát a Facebooknak itt van világnézete, van politikai véleménye, van mindenféle olyan álláspontja fontos kérdésekről, ami a magánszemélyeket, vagy a valós közéleti szereplőket jellemzi, és mivel 2 milliárd felhasználójuk van, ezért lényegében egy-egy laza csukló mozdulattal tudják terelgetni ennek a 2 milliárd embernek az orra elé kerülő véleményeket. Tehát azért az, hogy egy felhasználó hírfolyamában mi kerül be, és mi nem, az messze nem a véletlen műve adott esetben. Igen. Majd még arról egy kicsit később, és ugye te is említetted ezt a véleménybuborék, vagy szűrőbuborék elméletet, tehát ezt a kereső motorokkal kapcsolatban fogalmaznak meg elsőként, de a social médiára ugyanúgy igaz, mivel arra épül a szolgáltatás, hogy az egyénnek a lehető legszemélyre szabottabb szolgáltatást nyújtsa, azért a lehető legtöbb adatot kell, hogy az egyénről összegyűjtse, meg a barátairól természetesen, és ezáltal olyan tartalmakat tár elé, amik feltehetően az ő tetszésével találkoznak. Márpedig jobban tudunk épülni, ha valaki velünk vitatkozó tartalmat tesz közé, mert akkor legalább a saját igazságainkat is tesztelhetjük, meg tudjuk védeni, tehát ez egy társadalmi polarizációhoz vezet az elmélet szerint. Felelősségi kérdések, mert ugye azért a magyar büntető törvénykönyv, meg a magyar polgári törvénykönyv a Facebookon is érvényes, nyilván más országok is. Tehát amikor ott egymás közt valaki bűncselekmény követel, mondjuk zaklatják egymást, akár gyerekek, vagy akár felnőttek, büntethetőségi kort elérő
személyek, akkor az ugyanúgy bűncselekmény, amikor rágalmazzák, vagy egymás becsületét sérti, az szintúgy, tehát ez a szabályozás azért ott is érvényesül, a virtuális valóságban is. Van olyan szabály is, ami egyébként magát a social médiát kötelezi, ez a bizonyos e-ker, vagy hát elektronikus kereskedelmi irányelv, ugye ez is egy uniós norma, notice and takedown eljárás, értesítési és eltávolítási eljárás. A jogsértő tartalom jelenik meg a Facebookon, lényegében bármilyen szempontból jogsértő tartalom, akkor annak az eltávolítását lehet kérni a szolgáltatótól, és a szolgáltató az uniós szabályozás értelmében köteles. Ennek eltávolítása, ez lehet személyiségi jog, lehet gyermekvédelmi szempontból aggályos tartalom, lehet cselekmény akár, leggyakrabban természetesen szerzői jogi sérelem szokott lenni. Apró probléma, hogy a joghatósági kérdés, hogy akkor mégis milyen bíróságra kell ezzel mennem. A Facebook felhasználási feltételeiben ott van kizárólag valamelyik Mateo, vagy San Mateo megyei, kaliforniai bíróságra lehet vinni a kapcsolatokba a Facebookkal szembeni ügyeket, tehát ez azért az Európai Unióban nem egészen így van. Személyiségi jogi sérelmek esetében bármely uniós tagállam bíróság előtt indítható eljárás a utcában is, a Pesten úgy adódik, illetve hát a fogyasztóvédelmi szabályok is egy olyan kötelezettséget tartalmaznak, ami alapján az uniós normarend és eljárásrend a kötelező az kívüli, de uniós állampolgároknak nyújtott szolgáltatás, tehát nem lehetetlen a Facebookot bíróság elé vinni Európában sem, de nem is könnyű, illetve hogyha még bármilyen módon élet is születne, hogyan lehet az kikényszeríteni, az természetesen megint másik kérdés. A jogi szabályozáson túl azt gondolom, hogy jogi vagy szakmai szempontból sokkal érdekesebb az, hogy a Facebook egyébként fölépített egy alternatív normarendszert. Tehát van egy olyan szabályozási rendszere, ami egyébként sok tekintetben hasonlít az állami tényleges jogi szabályozásra. Egyrészt van egy szerződés, mindenki megkötötte a Facebookkal, senki nem olvasta el a tartalmát természetesen, de ettől még kötelező, aminek a része ezek a bizonyos közösségi alapelvek, ha azt elolvasgatjuk, az olyan, mintha egy ilyen kicsit hanyagú megfogalmazott törvénykönyvet olvasgatnánk. Az a Facebook Files, az zárójelben, ez ugye a Guardian nevű lapnak a tavalyi sorozata, ami ugye abból állt, hogy ők megszerezték, hogy a Facebook moderátorok milyen belső kézikönyvek alapján döntenek tartalmak eltávolításáról, illetve fennmaradásáról. Ezt közzétették Facebook Files címen, és azt látjuk, hogy hát eléggé hajmeresztő jogászi szempontból, hogy milyen esetleges az, hogy most akkor mondjuk Lázár János miniszter videóját leveszik, vagy nem veszik le. Hát ez, ha ezt egy jogi eljárásra próbálnánk érvényesíteni, akkor az egy több éves komoly procedúra lenne, ahol az állam teljes apparátusa ilyen értelemben felvonulna. Itt meg kevesebb, mint 24 órán belül valaki hasonlítés szerint egy dönt, és ezáltal a nyilvánosságot befolyásolja. Ez a két kép, két éves és közelmúltbeli eset, ugye az egyik az a vietnámi háborúnak talán a leghíresebb, vagy az egyik leghíresebb felvétele, egy nappal támadás elől menekülő, ugye falubéliek köztük egy mesztelen kislány, jobbra pedig Gustav Courbet-nak a világ keletkezése című képe, a képnek csak a legfontosabb részlete van kitakarva, ugye egy női nemi szervet ábrázol. Mind a kettő oktatási céllal került föl a Facebookra, és hát az előbb említett alapelvekbe ütik az öt, mert mesztelenet ábrázol. Ilyen formán mérlegelés nélkül eltávolították, majd aztán néha hol visszateszik, hol nem, és ez innentől kezdve teljesen esetleges. A Frieda Nippel mozgalom, a szabadítsátok fel a Melbimbot mozgalom, ami azért szállt síkra, mert hogy a szoptatós anyukákról készült képeket is törölték. A zárójel, ami egy újabb kérdést fölvet, hogy valaki
meg milyen képe van a saját magánszférájáról akkor, hogyha egyébként fontosnak érzi, hogy megosszon magáról egy olyan képet, ahol a csecsemőjét szoptatja, és hogy ez valóban hogy mondjam, szükséges-e adott esetben a nyilvánosság elé tárandó tartalom-e. Zárója bezárva. Itt célba ért a mozgalom, mert a közösségi alapelveket módosította a szolgáltató, és most már szoktatós képet, ha az nem túlzottan explicit, akkor lehet közölni. Gyűlöletbeszéd, terrorizmus, erőszak támogatás egy újabb alapprobléma, természetesen a büntetőjog e tekintetben alkalmazható. Más kérdés, hogy a kommunikációs csatorna az a bűncselekmény elkövetését jelentősen megkönnyítette, bár én úgy tudom, hogy talán az Xbox az, ahol a legkönnyebb kommunikálni a terroristáknak, mert hogy ott van valami olyan csatorna, amit nehéz nyomon követni, de nyilván a social médiában is megtörténik. Illetve hát ami a gyűlöletbeszédek vagy erőszakos tartalmakkal kapcsolatban érdekes, ugye, hogy fölkerült ugye a YouTube-ra Saddam Hussein kivégzéséről egy ilyen kalóz felvétel, időnként fölkerülnek lefejezős videók, meg más erőszakos tartalmak, vagy az a Mohamedet... Ceausescu, igen, a holttestéről készült kép is bejárta a világsajtó 89-ben, pedig hát akkor még az internetről nem is tudtunk. Illetve hát a YouTube-on volt fönn az a Mohamedet gúnyoló film is, ami hát értelemszerűen a szólás szabadságba beletartozik feltehetően, viszont utána emberek haltak meg, mert ugye hát állítólag a libiai, amerikai nagykövetséget végül is emiatt rohamozták meg, ott a nagykövet meghalt, ugye ez a bengázi eset, ez még az amerikai elnökválasztási kampányban is előjött 2 évvel ezelőtt. Ezekkel a tartalmakkal kapcsolatban ugye teljesen esetleges, hogy mi történik, hogy ezek ellentétesek a YouTube vagy a Facebook policiával, alapelveivel, avagy sem. Megint csak azt látjuk, hogy igazából itt a magánszolgáltatónak a szabad belátására van bízva. Hogy... Végül is a nagy közönség számára lehetővé tették azt, hogy apuőröknek hívták, és a minden média oktatásnak ez meg kell. Itt ez egy gatekeeper, tehát azok a kapuőrök, szerkesztők és főszerkesztők, újságírók, aztán utána a különféle hierarchiájában álló emberek, akik most eldöntötték, hogy nyilvánosságba kerülhet, vagy nem, és ennek az egyik része volt a tartalom, de a másik része az a hitelesség volt, vagyis hogy ellenőrzött tartalomról beszélünk. Most abban a pillanatban, amikor az internet világába lépett az emberiség, abban a pillanatban bárki bármit elbeközni. Tehát az influencerek, a bloggerek, vagy az ezek mögé bújó további intézmények, ugye most se tudjuk, hogy egy blogger név mögött valójában nem egy szerkesztőséggel találkozunk-e, ugye lehet, mert ez egy nagyon helyzet, akkor értelemben annak a világnak vagyunk most már a részesei, ahol ezek a szűrők, ezek a, ha tetszik, vagy társadalmi szűrők eltűntek. Tehát szólásszabadságnak egy újfajta értelmezési problémája, ez megint a tesztaklád. Hát jó hír, mert nem egy darab összerkezt dönt arról, hogy ki szólalhat meg, meg ki nem. De ugyanakkor a maga a szolgáltató, a platform, ahol meg lehet nyilvánulni bármelyikünknek, az ugyanúgy elvégzi ezt a kapuőri tevékenységet. Téged beengedlek, te mondhatod, téged kitiltalak. És ugye a különbség az az, hogy azért az újság főszerkesztő munkáját mégiscsak jogszabály rendezte, hogy akkor annak milyen felelősségi és egyéb vonzatai vannak az ő döntésének. Viszont lényegében ő szabadon, tehát akár a Facebook, akár a YouTube, akár a Google, a keresési találatok közül, ő szabadon távolíthat el bárkit és bármit, és tilthat ki 30 napra, vagy akár örökre felhasználókat. Úgyhogy itt a kapuőr az ugyanúgy létezik, immáron egy kapuőr 2 milliárd ember kapuőre, és sokkal kevésbé szabályozott kérdés. Ezekről a kérdésekről lényegében már beszéltünk, ugye a Facebookban az az ijesztő, hogy lényegében egyrészt mindent tudnak az emberről, akkor is, ha nem akar
tanárjuk, hogy mindent tudjanak, másrészt abszolút mértékben képesek befolyásolni, hogy mit tárnak az egyes ember elé. Nyilván ezzel ők elsősorban pénzt akarnak keresni, de egyébként, hogyha ezáltal a, hogy mondjam, a világot is meg tudják változtatni, azért az biztosan nem lenne ellenükre, hogy úgy. Ja, ez Amerikában 16 tavaszán tört ki ez a botrány, ez a trending topics ügy, amikor kiderült, hogy a látszólag ugye az volt a duma, hogy algoritmusok szabályozzák, hogy az amerikai közönség elé mi kerül, és egyszer csak kiderült, hogy nem ott emberek hoztak kvázi szerkesztői döntéseket, és valahogy a konzervatív véleményeket mindig hátrább sorolták, mint a nem konzervatív véleményeket. Fake news ügyről beszéltünk, ugye hát ez is egy morális pánikká kezd lassan alakulni, saját jogon, morális pánika, morális pánikban, ami hát annyiból nem indokolt, mindig volt valótlanság korábban is, ugye van erre az a Deák Ferenc cima, amit persze még senki sem tudott megmondani, hogy pontosan honnan ered, hogy ha rajtam múlna, mondta igazságügyi miniszterként Deák, akkor a sajtótörvény egy mondatból állna, hazudni nem szabad. Ugye groteszk fintor a sorstól, hogy ma már a médiára vonatkozó szabályozás ez 1000 oldalakban érhető minden országban, ez az egy mondat nincs benne. Tehát hazudni szabad, kivéve, ha az valakinek a jogát sérti. Mondjuk ebben az esetben Hillary Clinton perehetett volna személyiségi jogi jogsértésére a Pizzagate ügyben, de hát nyilván neki akkor más dolga volt. Ugye a manipulálás, hát az is egy híres történet, talán 3-4 éves is van, ezt talán jobban is tudod, ahol a Facebook egy célcsoportot elkezdett manipulálni érzelmileg, kísérletet folytatott velük, ugye az egyik társaságnak csak pozitív híreket csepegtetett, a másiknak csak negatívokat, és azt nézte, hogy az egyén a befogadó lelki állapota hogyan változik, és hát tényleg az lett, hogy aki jó híreket kap, az egy jó kedvű lett tőle, aki meg rossz híreket, az meg rossz kedvű lett tőle, ők persze erről nem tudtak. Tehát, hogy mire vagyunk használtok, lásd 50 millió amerikai adata átadva állítólagosan a Trump kampány céljaira, hát ezt ugye a mai napon sem tudjuk megmondani, és ez azért ebben van valamiféle rémisztő jelleg. Ez a most visszajött oktatás képzés, ez ugye a szabályozáson kívül a másik nagy esély, és hát a gyerekvédelmi stratégiában tulajdonképpen erre komoly súlyt helyezünk, hogy ez ne csak hát egyfajta gondolat legyen, hanem talán valamilyen realitás is. Tehát itt az látszik, hogy a média oktatásnak az alapvető témái azok bizony nagyon, nagyon konkrétan hozzá köthetőek ezekhez. Alapvetően az intézményekkel összeköthető internetes használati kockázatokhoz. Magyarán az a mondás, hogy erős és komolyan vett, szakmailag igényes médiaoktatásnak lehet választa arra, hogyha az abban részesülők, és még egyszer mondom, ez felnőtt képzés is, nem csak gyerekekre vonatkozik, hogyha megértik, tudatosítják, sok ilyen esettanulmány ismernek meg, arról véleményt formálnak, akkor kialakulhat egyfajta, és egyre jobban terjedő kifejezés, egyfajta immunitás, mégis ez volna a cél, egyfajta immunitás, és egy intelligensebb és hát humánusabb internet használat, mert ugye ez a másik nagyon fontos mondat, hogy senki nincs az internet ellen, tehát ez egy egészen is lehet, mert ez van, egy adottságként kell rá gondolni. Másrészt, tehát óriási lehetőségek vannak benne, tehát nem véletlenül találtak ért az emberiség magának ezt a kommunikációs formát. Tehát annyi, hogy ennek az ábrának az részleteibe bele mennénk, azt állítjuk, hogy a médiaoktatást tudja nevesíteni, és bizonyos értelemben vannak módszerei, és hatékony módszerei, és ezeket persze napról napra kell fejleszteni, amivel immunizálni lehet a felhasználókat azok ellen, azt kell mondjam, hogy súlyos kockázatokkal szemben, amelyek őket az online világban érik. És hát azt hiszem, hogy körülbelül ennyi fér bele mára. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy kérdések vannak-e. Ha nincsenek, akkor mi is nagyon szépen köszönjük az előadást. Sok érdeket.